Május közepe óta készül a válogatott kerettel Papp Claudia, aki azzal a tudattal utazott az edzőtáborba, hogy az U23-as csapatban számol vele a válogatott szakmai stábja. A kerethirdetésnél aztán kiderült, hogy a nyíregyházi kosársuli irányítója, a beacos Süle Krisztina, a pécsi Bozóki Bettina és a szekszárdi Teodorán Alexandra társaságában a franciaországi 3x3 felnőtt világbajnokságon képviseli a magyar színeket. Elsősorban nagyon megilletődtem, de nagyon-nagyon örültem neki. Nem számítottam rá őszintén szólva, de szeretnék élni a lehetőséggel. A magyar válogatott tavaly Bukarestben Európa-bajnoki címet szerzett. A csapat akkori másodedzője, a Nyíregyházáról induló Jakab Máté ezúttal is tagja a szakmai stábnak. A szakember szerint az NKS kosarasa a felkészülés alatt mutatott teljesítményével érdemelte ki a csapattagságot. Még a felkészülés kezdetén sem tudtuk, hogy a felnőtt válogatottban milyen játékosokra számítanak. Először valóban Diával az U23-as csapatban számoltunk, de ahogy elérkezett az első tornának, első felkészülési tornának az időpontja, már a felnőttek között is próbálgattuk őt, és nagyon jó teljesítmény nyújtott ezeken a felkészülési tornákon. A kosárlabda 3x3 változata ugrásszerű fejlődés előtt áll, mivel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elmúlt heti döntésének következtében 2020-ban Tokióban már ott lesz az ötkarikás játékok programjában. Én úgy gondolom, hogy ez sokkal szabadabb, inkább ilyen freestyle jellegű kosárlabda, viszont sokkal fárasztóbb is, illetve én úgy élem meg, mivel szinte nincs is idő a gondolkodásra, nagyon gyorsan kell cselekedni. Ugye csak 12 másodperc a támadó idő, úgyhogy tényleg sokkal gyorsabb, illetve agresszívabb is támadáson és védekezésben is, de ettől függetlenül én már nagyon megszerettem ezt a sportágat. A magyar válogatott a világbajnokságon első kiemeltként Oroszországgal, Németországgal, Kirgizisztánnal és Kazasztánnal van egy csoportban. A hölgyek a szerdán befejeződő VB után azonnal Andorrába utaznak, ahol Európa-bajnoki selejtezőn lépnek pályára Papp Claudiáék.